Az egyszerű paradicsom az emberek egyik kedvenc eledele világszerte. Tehát egyre nagyobb keresletet kell kielégíteni belőle. Az üvegházi termesztés ellenőrzött viszonyai egységes méretű, színű és ízű paradicsomot produkálnak számunkra. De legfőképpen biztosítják a kellő mennyiséget. Ez a cég nagyszemű paradicsomot is termeszt, illetve kisszemű koktélparadicsomot is. Rendkívül változatosak és táplálóak. Nem csoda, hogy szívesen fogyasztjuk őket. Ebben a hidroponikus üvegházban a paradicsom növények az úgynevezett termesztési szubsztráton növekednek. A szubsztrát egy kókuszrost tömb, amely rendkívül jól vezeti és tartja magában a vizet. Tehát talajra nincs is szükség. A kertészek először is tápoldatot készítenek, főként vasporból és kálciumnitrátból. Ezeket és más vegyszereket oldanak fel vízben, majd az egészet felhígítják és tartályokba töltik. Számítógép vezérelt befecskendező gépezet mindig megfelelő mennyiségű oldatot juttat közvetlenül az öntözőrendszerbe. Egy paradicsom palánta 30-55 nap alatt fejlődik ki teljesen, és még 8 hét mire érett gyümölcsöt szedhetünk róla. Mindentő napi 4 liter tápoldatos vizet kap a csepegtető öntözőrendszeren keresztül. Az öntözőrendszer összegyűjti, amit a növény nem szívott fel, friss vízzel keveri, pótolja a szükséges tápanyagokat, majd visszajuttatja a növényekhez. A beporzást a melegház vendégeire bízzák, egy mély családra. A növények hihetetlen ütemben nőnek, heti 20-30 centit. Hogy felfelé kúszanak és ne oldalra a szomszédos növényekre, a munkások hetente egy nejlon zsinór köré tekerik őket. A paradicsom akár 11 méteresre is megnőhet, a melegház viszont nincs ilyen magas, ezért hetente 20 centivel lejjebb engedik a növényeket. A lejjebb eresztés az érett gyümölcs leszedését is megkönnyíti. A melegházban nappal 21-25 Celsius fok a hőmérséklet, éjszaka 12-16, napi 18 órányi mesterséges megvilágítással imitálják a napsütést. Az ellenőrzött termesztési körülményeknek köszönhetően ezek a növények a szabadföldi paradicsommal ellentétben egész évben teremnek. Minden héten újabb fürt jelenik meg a növény felső részén, miközben az alul lévő már szüretelhető. Egy éves élettartama alatt egy paradicsomtő hozama mintegy 200 darab nagy vagy 500 darab koktél paradicsom. A futószalagon a csomagoló részleg felé haladó paradicsomok közül kiválogatják a zöldeket. Minden ládában pontosan 5 kg-nak kell lennie. Egy munkás mérlegre teszi a ládát, és fölé digitális mérlegre rakja a paradicsomfürtöket is. Egy számítógép kiszámítja, mely fürtök egybecsomagolásával érhető el a kívánt súly. A megfelelőeket kigyulladó zöld fény jelzi. A munkásnak ezeket a fürtöket kell egy ládába tennie. Így könnyű. Ha megtelt a láda, áthalad egy automata címkéző alatt. Egy kamera képet készít a paradicsomok elhelyezkedéséről. Ennek segítségével ragasztja fel egy gép a címkéket minden egyes darabra. Csak annyi van hátra, hogy eldöntsük, hogyan esszük meg őket. Ez az én kedvencem, a jó öreg paradicsomos pirítós szendvics.